magyar katolikus közoktatás egyik legnagyobb intézménye vagyunk. Az óvodától az érettségéig vezetjük el a gyerekeket, és közel 1200 tanuló jár hozzánk, illetve kisgyermekekkel együtt. Az óvodánkban 200 fölötti gyermek van, és a többiek pedig általános iskolások, illetve gimnazisták. Az intézményünk most lett 20 éves, és folyamatosan fejlődött az elmúlt 20 év folyamán. 20 év alatt sikerült úgy beléjük csepegtetni a krisztusi szeretetet, az önfegyelmet, a kedvességet, az oldottságot, a közvetlenséget, ami nagyon fontos a mai világban. Ha csepp vagyunk a tengerbe, de akkor is bátran ki kell menni a szélbe, a viharba, és dacolva mindenkivel és mindennel a mai világban is a krisztusi szeretet élő, eleven és tanúságtévő tanúivá kell válnia. A diákoknak, tanároknak egyaránt. Nagyon színvonalas intézménybe járhatok. Sok lelki program van, melyeken nagyon szeretek részt venni. Mindig ki tudunk kapcsolódni egy kicsit a napi nyüzsgésből, és Istenre tudunk figyelni. Irányt szeretnénk mutatni a diákoknak, hogy ebbe a szétszórt össze-vissza szabados világba egyfajta keretek között milyen irányba próbáljanak haladni, hiszen a többi keresztény iskolával, testvériskoláinkkal együtt ez egy közös törekvés, és tulajdonképpen egy jó dolog lehet, hogyha minél több fiatalt ezen az úton próbálunk terelgetni. Sokkal jobban odafigyelnek ránk, mint a több ilyen állami iskolában, hogy a tanárok is hát szerintem sokkal kedvesebbek, meg odafigyelőbbek. Az osztályközösség is sokkal jobb, meg jobban figyelnek egymásra a diákok. Amire nagyon büszke vagyok, hogy végre kiteljesedett most már 5 éve a struktúrája az iskolánknak, egy egyenletesen, stabilan, kiszámítható, magas szinten oktató iskola vagyunk, megsegítve egy lelki háttérrel. Teljesen más itt az egész helynek egy szelleme van, és ugye mind a kereszténység miatt úgy érzem, tényleg nagyobb az összetartás, mint más iskolákban. A gyerekek azok, a közvetítők, akik a szülőket irányítják, vagy vezetik a Jóisten felé. Én minden egyes alkalommal, amikor módon van kitérni erre, azt mondom, hogy nem csak a gyerekekért vagyunk felelősek itt az iskolában, hanem a szüleikért, a hozzátartozóikért. Olyan hely, ami más iskolához nem hasonlítható, ugyanis szerintem itt olyan értékeket kaphatunk, amiket egy másik iskolában nem. Iskolánk nem egy sziget, soha nem törekedtünk arra, hogy sziget legyünk. Nyitottak vagyunk, olyan gyerekeket várunk, akiknek a szülei elkötelezett vallási nevelést szeretnének a gyermeküknek, és elfogadják az iskola értékrendjét. Szeretem a légkört, egy nagyon jó hangulat van általában mindig, a tanárok is jók, kedvesek, és nem csak a tanuló robotot, hanem a diákot is látják bennünk. Vannak elkötelezettek, ők a támpontunk, rájuk támaszkodva tudjuk bevonni a többieket, akik hát keresőként hozzájuk társulva reméljük, ha nem is biztos, hogy az iskolai évek alatt derül ki, de visszatekintve az iskolából kimaradva, látjuk azt, hogy bizony valami megfogant bennük. Megtanítanak minket, hogy az életben az a fontos, hogy szeressük egymást, a szeretet, és persze fontos a karrier, fontosak a tanulmányok, de első helyen az áll, hogy szeressük egymást. Olyan horizontokat tud megnyitni a gyermekek számára, amely a lelki fejlődésükkel adatik meg. Hiszen tanulni mindenhol kell, de az a lelki háttér, amit itt meg tudnak kapni, az csak egy egyházi iskolában lehet megszerezni. Bízom abban, hogy a missziónkat, a küldetésünket ebben a világban az iskolán keresztül nem csak a tudományokat illetően, hanem a lelkiséget illetően tudjuk egyre inkább betölteni.